Sziasztok! Ez itt az Árnyalat csatorna. Sziasztok! Ez ismételten egy újabb HFM Perias rész, amiben a Warshift kiegészítőlem ezúttal. Outro acampamento! Custer não vai acreditar nisso! Kiegészítőlem ezének a... Reúna os chefes de guerra, eu voltarei. O acampamento dos Cheyennes deve estar perto daqui. Vamos encontrá-los. Kompányának utolsó küldetés. Aha. Olvasható mi a célink, hogy a három Cheyenne főnöket el kell hozni a Sioux város központba. Aha. A negra úgy csúszkál számból azért furcsálni. Vaske. Nem érjünk mielőtt is szére csejjünk. Itt a részlet az jobban. Mi a küldetés részlete? Ugye a három törzsfőnököt. Wobbly! Taku! Waskujecha! Han! Muskivit! Chan! Aha. Chef Toro Urso. Most kivételesen... Waskujecha. Egyébként egy videó lesz az egész, mert... Ha. Ez hisz... Hogy így össze le... Bele néztem. Hogy így a óra hosszás így össze lett állítva. Személyesen... természetesen a micsodával együtt a... vége videó. Taku. Seus cães guerreiros são bem-vindos, Toro Urso. A vége videóval és a... Oh. Ami szokott a játékok végén lenni a... Mit a filmeknél is a készítők listája. Aha. Egy erejt korszakkal kezdünk. Aha. Chan. Taku. Most leállhattam, hogy lövöldözni, de nem sok értelmét láttam. Egyrészt, mert hogy az a küldetés most kifélig, meddig ide határos. Wobbly. Mert hogy ez egy bizonyos idő múlva megérkezik a fő célpont, a felterítői. Waskujecha. Miközben az ellenfél rajtunk kötött, legalábbis a szövetségesei. Waste. Lobo valente, o inimigo se aproxima. Venha rápido. Taku. Wamani. Szóval is akarod színű, hogy a gyorsan szárom törzsfőnököt város központú átlás irányítani. Vagy most bátor farkas kell. Um dos chefes. Itt látható hajó. Hajó rakományunk. Amiből az... Ami alatt a küldetés olgozták adni kell majd. Most írja, hogy... 5 percen belül... Érkezik meg Custer támogatók felderítőjük.
Ha jól emlékszem. Ezzel ott kell valami maradandót alkotni. Aha. O Sius agradece sua ajuda, Lobo Valente. Vaste. Leütötték. Na majd fel kell. Ha? Wabalé. Akkor? Nagy medve. Este acampamento Cheyenne será facilmente assaltado. Simão, coragem. Rápido, aqui. Aqui te está. Újabb rajtaütés. Kaku? Un kicsi ketepi. Oha. Wable, Taku. Elég azt hinni az ember, hogy köszönni akarnak, hogy csá. Vagy semmi. Pedig semmi köze nincs. Wamani. Chefe, duas luas. Waste. Taku. Wabele. Taku. Aha, le wato. Aha. Végre van már. Jóhaj. A pénzt termeljük. Végig keresgéltem egy ideig, hogy hol lehet pénzt termel. Bányászni. Oha. Hát kicsit annyiból más, hogy most gyorsan kraftolni kell, de... Agradecemos sua ajuda, duas luas. O Conselho de Guerra diz: prepare-se para a luta. Taku! Vem do Saiu Tabor, Caster Tabor, megérkezésé. Wabele! A nagy falatnak nem tűnik. Juhayolo! Már most kaptunk pár ingyeletséget ahhoz ki. Amiből lehet kraftolni. Közben azért fedezzék fel egy kicsit a térképet, mert egy nagyobb rálátásunk a dolgokra. Jobb tisztában lenne a tele akadályokkal, hogy mire számoljuk. Oha. Úgy látom, hogy egy folyó zárja le a fő útvonalat. Aha. Juhayolo. Ha. Vaste. Vamani. Be van falaz. Vaste. Még jó lehet. Vamani. Gyorsan azért nem fogom ellenféle rohanni. Ha úgy alakul, van egy kis pillanatnyi. Taku. Időnk arra, hogy felkészüljünk. De úgy lesz, nem csak azért próbálba tud kerülni, ha úgy alakul. Bár a fenti rész az nem tudom, hogy néz ki. Ami nincs még felfedezve. Oha. A világos két terület. Te őrtorony, ami van agya fölött, mi van? Wamani.
Alakzatban rendezem már néket, de gyorsabban tudjam. Vagyis szakaszba. Kaga. Gyorsan, azért már gyorsítsuk egy kicsit a termelés, mert Vaste. Az alap dolga próbálkozunk. Aha, itt is van egy feljáró. Wable. Egy ilyen. Hát azért jó volt szóval a fejlett ültetvény, mert akkor előbb-utóbb a bányák is kimerülnek. Az aranybány. Egy felderítő, az ellenfélt. Puskás, a lovasság ellen nem túl cél. Az ottan. Han. Háj, háj. Háj, meg csaj, nagyon lazán vezetik. Vezetitek fel ezt a szövegelést. Csán. Vagyunk 90-en a 200 pont. 50%-kal fel van gyorsítva a termelés. One money. Wable. One money. Ha ha. You hayolo. Ha. Mert először a munkásokra dolgozok rá. Beményíté van belőle, annál gyorsabban termelék a nyersen. Így aztán... Így aztán nem is nagyon próbálkozok ellen támadásra, most csak védekezésre koncentrálok. Hát tudom, hogy a legjobb védekezés a támadás, de... Ha nincs miből, akkor minek erőltetni? Nincs megfelelő pénz mennyisége, még a favágást. A favágást ugye gyorsítani. One money. Már úgy lehetem az alap. Oha, a kicsit a mehetsa. Jó lenne egy gyógyítót kiképezni, mert azt kis minimális ingyenességeket hidlálni. Egy gyors mentés. Abból nem történik valahogy, ha van. Most nyugodtan benne adhatom, mert régebben ezt ebből levágtam róla, mert a hangsáv utána az baszkurálta. Egy kicsit elcsúszott úgy a hang, azt akkor azt mondtam, hogy korrigálnom kellett. Nekem, hogy videó szerkesztésnél. Most ez a dolog nem fenyeget. Annyira, mert ez az két külön hangsáv lesz, aztán van a videó szerkesztésnél kell ennél odafigyel. Ennek az, hogy egy előnye van, hogy ketté van. Videósáv, hogy arra nagyon nem kell figyelni, hogy passzoljon egy bizonyos hang, mert ha most felvettem korábban hozzá a kamerás képet is, most akkor kettőt párosítani kéne a videószerkesztésnél, és akkor nekünk már ki van képezve a gyógyítók. A gyógyító, vagy mi a... Csá! Látványosan mutatja, hogy most... Zöld karika. Vaste! Szerint micsoda. Ne, ezt aki. Két felfedező, legyen kumanani két
benszült felderítőt meg kék szabadítani. Állt százva el. Megjött a felderítője. Os batedores de Custer, eles o chamarão quando alcançarem o rio. Precisamos nos preparar. Mas não se deu ele que é harcolni, hanem... Hát jó, akkor is még félig meddig az idejével, de most már nem van, kell gyorsan kapkodni így az elején, hogy most lássolni gyorsan, most kissé nyugodtabban lehet építkezni. Továbbra is arra gyűrök, hogy a védelmet erősítem inkább. Időközönként az a felderítők mennek egy kicsit előre, mindig, hogy a völgyben vannak ezek a zászlók. Olyan 5-10 percen kertünk volna. Hogy időnk van rá felkészülni a támadásra. Aha. Kaga. Taku, one money. One money, igen, one piece. Egy mici mackót, azt nem bántjuk ennyi. Most úgyse kell tapasztalni. Pont ér annyira nagyon kraft. Vaste. Custer obterá reforços nestas edificações. Devemos destruir o máximo de terra. Egy istálló huszárokkal. Másodlagos szél rombol le Custer tábornok épületeit. Juhai. Aha. Juhai. Most van negyedik korszombaton. Megint le van tiltva a Ketanias. A lovasságnál meg a puskás lovas. Oh. One money. Wobbly. Wobbly. Vaskoicsa. Taku. Csá. Ez is elköszönt. Az egy istálló huszárokkal. Egy tüzésényi hegyöntő, de mindig eddig a zászlókék fognak jönni már a felderítők. Meg egy... Oha. Ja igen, egy kocsmagunak zsoldosokat képzik ki. Van money. Gombot csinálj, használjuk már fel azt a három kereskedelmi állomásokat. Az a pártsa ilyen lovas, jó, jön majd később. Mint erősítés. Amúgy is a csajeneknek van egy olyan kereskedelmi, hogy is van a csajeneknek. Ja. Egyrészt 25%-kal azt hiszem, tehát csökkent, hogy gyorsabban kezdi a lovasságot ki. Másik, hogy... Ha? Csá. 8 vagy 6 bölényt ingyen kapok, amit le lehet vadászni. Meg mi a harmadik, azt hiszem, tehát ilyen fejlesztés, ottan a Cheyenne lovasnak valami támadását fejleszti. Taku. Taku. Taku, ku, ku. Taku. Csá. Hány munkásom van már? 40? 4? Nem már kezelítek a végösszeket.
Most úgy láttam, hogy kicsodát gyorsítom itt per a élelem termelést. Mivel a gyambó van a legkevesebb. Han. Holott az egyik alapvető dolog már. Kaga. A tüzérséget leszállítva a gyalogság meg a lovasság. Nem mind a kettőnél kell élelem. Valami élelem fába, valami meg élelembe is pénzbe kerül. Aha. Tulajdonképp minden ára egyesének van. Taku. Fontos dolog, de... Csá. Aha. Csá. Na. Itt is képezhető ki gyógyító, de... Csak itt azt hiszem, talán élelembe kerül. Mert talán négyet lehet. A új feladat, elpusztítani mindkét ellenséges városközpontot. Taku. Chan. Amik világos kékkel van jelölve a térképen. Taku. Hát aki gondolja be, mikor játszik vele, az... Próbálkozhat. Én annyira nem akartam, mert reggelt sikerült volna, mert... Tehát a gyalogságomat kellett volna megtámogatnom, hogy legyen tüzérség mellett. Amit esetleg lovassággal hajtett, és jó. Ha? Csá! Ha! Vaste! Hang! Wamani! Na, két holdal besegít vele. Megvettem már azt a két benszült felderítőt. Aha! Csáó! Ezért nem csipázom én ezt. Már lehet kicsi a fülemnek. Aha. Szegy ide után szorítj. Oh, we csavak te. Oha, we csavak. Csá. Ne léte megfelelő a bosság létszámot, úgy látom, amiből általában gazdálkodok. Kaga. Én azért általában mindig a legutolsó valakit képezek, abban szoktam tudnék kezdeni építkezni. És már látod, hogy mindig a zászló jön hozzá. Borulnak egy idő után, még el nem érnek oda le a folyóig. Átszázon menjetek oda, mert akkor talán nem buktuk le. Egy ide, egy oda. Kártahua. Kákák. Tü-tü-tü-tü. Ezek a fejszék, hogy csapkodnak. Taku. Oha. Taku. Lássam már, ahol meg akarnak kerülni, hogy mi van. Hát meg jó, kös, én lövitek le azt a pikást. Mikor már pont ott van mellettetek? Han. Na. Aha. Taku. Na, most keressek nektek munkát. Aha. Most van fan, kivághattuk. Mm.
Igen. Saján harcos társadalom, legyen elit szintű harc. Vagyok béleteri lagyó távol. Hát úgyis, amint a husz áll lenne, csak lovas. Amúgy a Cheyenne lovas. Egy tartalék városközpont. Ha netán elveszteném a legyen bíbő pauthon a munkásokat. Más tésztetet. Egynél több van belőle, akkor kicsit gyorsabban lehet növelni a lakosság létszámot. Mert most minden egyes vászközpontban lehet hirtelen egyet-egyet. Akkor... One money. Ez a Portugálnál gyorsabban megy, mert ez korszakváltásonként ad egyet-egyet. Na. Fejlesztik a lovasság támadó erejét, az élet erejét, nem tudom már mi az a... Ahol még nem sikerült a következő Árnyék dinasztia játéknek a magyarosítása, mert kell hozzá egy kis XML fájl. Talán akkor működne, mert a szöveg megvan hozzá, de akkor elnyitom a játékot, akkor nem Hungarian, hanem English. Hát ezt jövő hétig ki kell valahogy találom, hogy összejöjjük, mert akkor a jövő éjszerdáig, mert akkor a várat a következő rész belőle. Köszönöm, hogy berekezdek a japánok. A japánok kampányába. Ami 7-8 küldetéses lesz, nem tudom. Mondjuk a fejlesztő Gráda már nem ugyanaz, mint ebbe az alapjáték és a kiegészítőjelöm, ez nem úgy lesz a... Az Ásia dinasztiában ma más fejlesztő csapat csinálta. A Big Ham, valami mit tudom milyen Big Games. De a micsodában már is látható lesz. Mikor már a leírásban is bele lesz írva, hogy akit érdekel. Amúgy tán, azt hiszem, tán, kiegészítő az 2007-es, tán, vagy 2006-os, az is, nem tudom még pontosan, de ott körül. Amit hivatalosan kiadtak hozzá a Microsoft. Hát a negyedik játék negyedik részével nem ilyen fogok szerintem most rám játszani. Csatok így azért kell, hogy az ágyukat, azok hamarabb kiszedik. Szerintem a negyedikhez nem lesz meg annyira játék követelmények. Maradnak abban az, hogy ilyen ez a korszak bemutatása, vagy nem tudom mi lesz. Ami jövőre jelenik meg, ha minden igaz. Á, nem siettik el a készítését, mert az is van, azt hiszem, talán a sorozat, még a legelső rész az Ézsi fent, például ez egy, azt hiszem, talán 1996-os, talán nagyon tudom, ami az ókorban játszódott. Aztán 97-ben jött ki, azt hiszem, a második rész. A
mi a középkorban játszott ilyen lovagos dolog a Age of Empires 2. Ja, lehet, ami csodál, meg a látszímek a lovagos Akvánkver része, aztán annak kiegészítő lemez volt hozzá lehet, de mindegy, a második része az középkorban játszott, az a lényeg. Ami másnak, hogy az ott van már hivatalosan HD kiadásos verziója is, de abban nem mertem beválni. Mert van, aki szerint a második rész ott tetszett neki a legjobban, hát. Aztán nézzük, hogy 96-97, és utána egy kisebb szünet, mert 2001-ben adták ki Tarnak, de az nem tudom, az nem hivatalos harmadik rész volt, a Age of Mythology című rész. Bárnak az alapjaira épült ez. Utána érkezett meg a... Inkább választottam, hogy olcsóbban, de erősebb legyen az ültetvény. Aztán 2005-re volt datálva, akkor adták ki azt a hivatalos harmadik részt. Már a következő évben jött hozzá az első kiegészítő lemez, amivel most játszok jelenleg, a Warshift kiegészítője. Ami a 8-ról megemelte 11 nemzet játszható nemzetre a játék. Aha. Utána jött a majd a vagy ebben az évben, vagy a következő, nem tudom, pontosan 2006-ban, vagy 2007-re adták ki a másik kiegészítő lemezét, az az Ázsia dinasztiákat. Kaga. Ami megint 3-mal emelt a játszható nemzetek számát. Tehát már akkor egy sima véletlen játékban már úgy állunk be, a 8 gépi ellenfélel akartá játszani, akkor lehetett 14 különböző közé válaszol nekem, melyik tetszik. Azért már kicsit jobban volt a lányzó fekvés, hogy lehetett mást is választani. Nem csak a bejáratú dolgokat. Minden egyes kiegészítő lemezre az alap nemzetek egy kicsit változtattak rajta. Hogy kaptok pár új egységet, meg fejlesztést. Mert az új nemzetek hogy bejöttek vele. Ha most nagy egy mórot telepítesz fel rá, avval nem lesz több, mit tudom micsoda, csak némelyik alap nemzetet kicseréli benne. Játék közben. Mondjuk az napóleonos verzió éra ki módban abban a franciát egy kicsit megvariálja, mert hogy az úgymond a főszereplő benne. Hát nincs kampány benne, csak ilyen véletlen játékokat lehet játszani, csak a franciának négy egységét megvariálja. Korábban a Beto verziójával játszottam egy csomót, csak abban még az ellenfél viselkedése kicsit gyenge volt. Tehát benne volt az, hogy most egy Beto verzió annyira nem lehetett számolni rá, csak némelyik nevezett érme lehetett satszolni, hogy mi a beszokott taktikája. Ezt lényegében azt követte. Meg a fegyverhangok lecserélődtek egy kicsit talán benne, mert más mielőtt, vagy ez a Triple Ines mode vele, nem tudom. Mindegy, mert van a módosítás, mert van közelébb. Életszerűbb a fegyverek hangja benne, mert más a hangja egy puskának, vagy egy muskétának.
a muskétetán csendesebb. De ez lényegtelen. Hát, mikor a maurokat mutatom be, akkor szerintem az ilyen bemutatós lesz, ugyanilyen alámondós dolog, de akkor már kicsit többet kell majd, mert akkor a szövegek többsége, tudom, talán angol lesz az. Arra még nem jöttem rá, hogy módosításra nem működik a honosítás. Tehát ott nem fogja azt kérni nekem, hogy paraszt, hanem villager vagy valami hasonlót, vagy settler. Már a negyedik korszakban járunk egyébként, ahol már nem sok fejlesztés van hátra. Azért választottam, azért lett a korszakváltás, inkább zsarogják, hogy küldjön ne élelmet vagy valami más, mert kalább ingyen gyorsan van felépítetek pár épületet. Mi lényeges? Wakaga. Meg már csak fejleszt. Os batedores se aproximam do rio. A fejlesztés legfeljebb már csak annyi arra, hogy a katonai egységeket tudom. Kaga. Bajnok szintre léptetni őket. Wakaga. Megtámadta, de hát amúgy is az a kártyám van aktiválva, hogy olcsóbb, erősebb kereskedi a mállomást, hogy megtámadja az ellenfelet, hogy a közelben van ilyen lövőtámadáson a kereskedi a mállomást, akkor hát nagyobb türelővel nem védje meg magát, de nem az van, mint alap dologban, hogy nem védi magát, hogy segítségre szorul, de hát így is, úgy is, de ilyen bemutató dolog, hát már lesz később is, mert végig gondolgattam, hogy vannak olyan játékok, amiből nagyon végigjátszást nem lehet csinálni, csak így bemutatni lehet, hogy mit van belőle. Hogy azt csak úgy lehet kivitelezni. Mert egy Sims-ből nem nagyon lehet végigjátszást csinálni. Mert nincs benne kampány. Van némelyik, azt hiszem a kettőben oktató mód vannak. Hát az mi az? Az csak végigjátszani, az tök ér. Csak elmagyarázza a játék alapjait. Ha már a Sims 2-nél tartunk, az amúgy is egy ilyen életszimulátor, tehát hogy nincs benne story mode, az csak úgy lehet esetlegesen, ha valaki kitalál valami storyt hozzá, azt játszik vele, de az ilyen végtelenített játékben meg nincs eleje vagy vége, amiben pedig akarsz vele, addig játszol, de elég összetett játék egyébként, mert sok mindent lehet benne, meg sok mindent nem. Mert az is csak a kiegészítő lemezekkel kap újabb dolgokat benne, meg szépítenek rajta, de amúgy is most jelenleg azt hiszem a negyedik rész, mert így úgy lehet tapasztalni, mióta 1999-ben megjelent a legelső rész, hogy 5 éves időtartamunkét adja ki az IE, ezt a fejőstejenek magának. Ez évenként, 5 évenként jön az újabb rész fejlesztés idő alatt. Kaga. Már 99, után 2004-ben adták ki a másodikat.
2009-ben jött az újítós, amiben már egy egész város lehetett, nem csak egy ilyen telken kellett játszani, hanem hogy akkor egy egész városba lehetett mászkálni vele. Az annyiban újdonság volt a három, a negyedik már visszatér a kettő alapjaira, nem tudom. Vagy már abban is megvan, hogy nem tudom, azt nem így nem. Az jött ki 2009, az 2014-ben jött ki. Tehát 2019-re várható ötödik rész, de már már azt hiszem még az kettő, ez alapból kijött, vagy 8 vagy 9 kiegészítő elemez, addig a 3 az már egy minimális, hogy kevesebb jött ki, mert kevesebb tartalom ugyanazt el tudták élni. Hogyha 4 már jelenleg csak nem tudom a harmadik vagy negyedik kiegészítőnél tart, még csak jelenleg. Tehát lényegtelen. Általában akkor szoktak valami játék az ilyen kiegészítőt adni, hogyha egyrészt sikeres a játék, meg másrészt akkor... Hát most általában ezek már a DLC-k vagy a formátumban jönnek ki, úgyhogy szerintem már legtöbb mindenkinek van internet erőt, és azt inkább letölti, mint hogy meg... mint dobozos verzióban megvegyen, de azt van, aki úgy szereti, mert az ilyen gyűjtői dolog, ilyen később lehet hencegen vele gyárt. Taku! Bár amilyen mondtam már korábban, és amilyen ütemben kellek már, vagy a mai játékokban lehet. 70 vagy 80 gigás méretűek, vagy még nagyobbak. Amán nem tudom milyen lemezre kell már lassan kiírni. A Blu-ray már lassan az is kicsi lesz, mert akarra kitalálnak valami más adathordozat, valaki ki akarná menteni. Mert az egy dolog, hogy menni még géphez már. Laptopnál például meg hasonlóknál, notebookoknál már, eleve nincs optikai meghajtó a gépbe. Tehát amikor hátrányból indulnék én innen most egy arra gépre, hogy kéne feltelepíteni, vagy akkor valahogy át kell vagy memóriakártyára, vagy pendrive-ra menteni a dolgot, és akkorra lehetne használható lenne a másik laptopon, vagy a notebookon. Bár a pendrive-ok is már nem tudom, egyre nagyobb tárkapacitással rendelkeznek, de... Még azért nem gondolkoztam, hogy azon tárolni majd az a későbbi játékaimat. Még nem nagyon akarok fizetni most tárhelyért, most azon tárolna a dolgokat. Általában azért szoktam inkább. Tudom, ami tetszik, az kiírni lemezre. Hát jó, mondjuk a lemez is tönkre megy előbb-utóbb, de hát... Hát meg most nem tudok mit csinálni, kicsit unalmas, hogy most... Már a haderő megvan, de ez nem is nagyon mentem el erre támadni. Pocsékolni azért most a nyersanyagémat. Hát a bölény, azt nem használtam azt a fejlesztést, mert most nem láttam értelmét. Amúgy is általában véletlen játék, amikor azt kiszoktam fejleszteni, akkor az a szövetségesek jönnek, az hamarabb legy. Elpusztítják a kis ingyen kapott
taku? Vadászni vala a cuccaimat. Lopják a nyersanyagot, mondjuk úgy. Kaga? Hát, hogy majd egyszer egy ilyen véletlen játékot végig bemutatni, hát ez szerintem két videós dolog lenne, mert durván úgy három óra hosszai lenne egy, és ezt kicsit sokolnám egy videóban. Két fél napot elszórakozni csak azért. Bár az is ilyen izgalmas lenne, hogy csak a játék idétől közel, mint a Titanic is van, hogy három orszás film, az csak a utolsó egy órában, amikor süllyed a Titanic, akkor kicsit izgalmasabb, de itt is csak az lenne, hogy az elején most így, mint így, itt is egy kraftolás, a nyersanyag termele is megy. Most már a vége, utóbbi vége fele jól egy negyedfél óra alatt meg begyakni az ellenfélt, akkor lenne kicsit izgalmasabb, de hát jó, ezzel is lehetett morosítani a nehézségi szint emelésével, most képezzünk ki akkor az ingyen, a, nem ingyen, hanem élelembe és fába kerül a Cheyenne lovas, de a plusz ingyenegység jó jön, mert azt nem számítja bele a lakosság létszám a benszülötteket. A szőj. Az mérő hangja van, mint a... Minek is meg van ilyen hangja a gommancs lovaszíjásnak. Nem mondtam, mindjárt egy negyed óra múlva vége is. 47 perc, a videó szerintem 1 óra valamennyi, abból lejön talán úgy egy 10 perc a videó és a készítők listája. Tehát a harc megkezdődik a 5-10 percen belül, hogy megjön Caster. Caster tábornok serege. Bár még úgy látszik, addig még van egy kis ide. Addigra már maxra fejlesztettem a tudást. Úszakár, a széhi. Ez közel harcos lovasság. Leginkább a spanyolnak a csicsás lovásához hasonló. Hát, úgyis annak nincs bátor farkas oda küldöm. Ezek az indián levelek élni. Nem, hogy te veszel a... Már ilyen extrát jelent, talán az egy most egy... Wamani. Ja. Ott van az a felfedező hozzá. Valami bónuszt jelenthet. A törzsfejnök. És így figyeltem, hogy az ellenfélét, most így fel van vezetve neki a lovasság. Na, most így ki van érve, nem is tett fejleszve nagyon. Még ugyan, hogy alapszintű huszár, tehát akkor eleve nyert ügyem lesz, mert az enyém meg őrszintűek. Oha! Az életerején ugyan a 20 pont tapasztalati pontjára érte, de kiképzési meg elvesztéséért is. Hát jó, ha elveszíted, akkor tőled vonják le. Nem úgy, hogy most azért most, hogy kiképzik meg, meghalnak, ugyanazért nem kapott tapasztalati pontot, csak akkor, hogyha ellenfelé töröd meg, de...
Már most jönnek előrébb egy zászlóval megint. Ha eljutnak a szikláig, az akkor annyi. Jön a nagy. Jönnek majd utána Kaster tábornok lovasai. Még van egy 5-10 percem. Mire megkezdődik a támadás? Nekem meg a védekezés. Már a szélen se jön a két városközpont pula, az se küldje. Alert, emeltem volna egyel a nehézségi szintet lehet már támadni azóta, általában mindig egy kicsit szurkálna a gép, de most úgy nem. Most kiképzünk egy másik gyalogos szakaszt, aminek Clayton lesz a úgymond vezetője, de ő úgyse, vagy se Black, Senior Black, ő úgyse fog van bónusz nem ad, mint a törzsőinek, tehát valami kell számolni most. Csak csalétek neki el lesz. Ja, milyen nagyobb az életére, azt az kezdi el támadni a gép. Hát igen, általában 5-ös sivel előleg kiképezni, maximum egyszer. A japánnál van egy olyan fejlesztés, hogy egyszerre 10-et is ki lehet. De azt egy keres, mit tudom milyen mellett. Majd azt egy micsoda fejlesztés tulajdonképpen a minél is van már. Nem a bevándorlók, az egy másikban van. Az egy a fejleszt. Hát ezek a pikások mindig megtámadják a kereskedelmet. Hát elfogyott az aranyuk. Hát közelebb van a fa. Akkor már innen átvezényeljük a itt közelben lévő favágok, az ültetvény. Juhayolo! Hát nem munkásom van, de egy ilyen ültetvény vagy egy ilyen termőföldre maximum 10 dolgoznak, tehát úgy nézik akkor. Mivel van 4 ültetvény, meg 260 munkás lehetne foglalkoztatni. Meg még az az 5 menne a... Taku. Meg még azt hiszem 25-öt lehet, tehát maximum a 10 rakásnál, de... Én annyira azért nem szoktam. Han. Micsoda izgalmak! Juhai! Hát csak pillanat a kérdés, és kezdődhet az adok-kapok. Ilyenkor, mikor már nézzük mi a cél, akkor megáll egy időre egy kicsit a játék előtte. Mentünk egyet. Nem mostanában mentettem úgyse. Hát igen, most a másodlagos célok nem lesznek teljesítve. Vagy
pusztítsd el mindkét városközpontot, vagy meg a tábornok épületeit. Mert lehet, hogy lett volna még egy küldetés, akkor bevállaltam volna, de... Elértem azért, hogy pirosan ott egy-két hajó fedélzetire kártya, mert lakosság létszáma elért több mint 200. Gyalogság, meg, vagy a kommunák katonaság, meg a munkások összlétszámú. Ilyenkor még nem esik 200 alá, addig úgyse tudom elküldeni. Taku! Vaste! Le Wato! Még egy csapat gyalogság, ezek a puskások. Kezdhetett az oda kapu. Micsoda? Egy lövésre lemordoztanak sziklafalat. Nem mondom, biztos ellövejdöz rá egy pár ideig, de csak egy lövés billeg szíjakot. Moblé? Trombita, aztán jönnek a... Itt előrévünk a lovassággal megindult. Aha, dragonyosok. Máshol őszintű. Ez kicsit érdekes lesz. Bintin! O que você fez com a minha artilharia? Még a francia uartyok. Tehát arra készül, hogy azért sinált csomag dragonyos, mert hogy azok pont lovasság ellen, lovasság ellen éppen jók. Aha, most jön már tüzérség is. Sima alaphuszár, megint egy adag dragonyos. Aha. Na, visszavonulás, mert az előösöt legyaktuk. A felderítőit. Gyorsan az épületet megjavítjuk. Ebéd idejére megkezdődik az ütközet. Megint egy erőkuszár, megint dragonyos lovasságra gyúr, meglátszik, hogy az amcsik a kálvári, vagyis lovasság, őt meg Kastertáv nem el is jött a térképe. Elő az ágyukkal. Taku? Csatok így a góldára ki. Erre zárjuk. Áh, hoztad a sorros édet, mert nekem is az erősítés őrült ló meghozta. Az indián nyávogás. Vaste! Gép van, kivár.
Én meg vonulok előre. Már megkezdik a vonulás. Aha, gyalogság mobile. Előre. Elő. Lovosság indulhat. A csejenek. Megy az adagkapuk, előrébb a tüzérséggel. Előrébb a gyalogság is. Koncentráljuk a támadást. Pár nem dolgozó munkás. Ló erősítésével. Taku? Wamani? Most ráboztál, mert a pont lovosság ellen nem túl hatékonyok. Taku? Akichita me hitcha. Ezért kell a sok dragonyos neked, mi? Tüzérség elejönét. Ha jön ma. Az ágyúban meg támogatott ló. Taku? Nagy medve. Vagy a vadmedve, jó. Vamani. Visszavonulás. Jó. Vaste. Vamani. Várjuk a tábornokot. Joda be. Hiányzó pár csejen lovos. Na jön már. Aha, nem jó oldalt, csak jobb oldalt a térképen, mint ha világos kék akció van. Aha, oldalt támadás. Átvezényünk egy alakulatot, mert az még okozhat. Pikások és puskások. Meghalt a tábornok. Quando a guerra finalmente acabar, este dia será lembrado. Én komán tudom vezérelni az egységeket. Nem tudom, miért kockázzi ilyenkor a videót, Ricky. Eu nunca mais vi meu filho de novo. Alguns dizem que ele morreu em Yondeni e que foi preciso uma dúzia de homens da cavalaria para derrubá-lo. Outros dizem que ele ainda vive em Yondeni e que foi em algum lugar de Black Hills. Qualquer que seja a verdade, no fim,
ele fez a escolha que tinha que fazer. Erda te osi festejne na du. Se ele fez a escolha certa, bem, somente a história nos dirá. Most jön a szövegelés. Amúgy is az Ázsia dinasztiák már nem a Black család története lesz a kampányban. Folytatva, már nem valami teljesen új, tehát... Nem is lehetett volna másképp fogom folytatni, úgy, mert... Most olvashatom, hogy... Már itt kicsit átköltözünk egyik helyre, a másikra van. Vagy aki szeret olvasni. Még Bessa neve is van, hogy Bobby Simpson, vagyis volt. Mányik a többenek is van, úgy láttam. Paul Sparky Slower. Audi, hogy kikészített a zenét. Ki mixelte? Seattle, Washington áll. Karakterek hangjai. Printer, nyomtatási designer. Mert külön volt, aki a gyalogságot tesztelte. Test manager, telepítés, koreai hír. Billetyezette, tesztelő csapat. Japán. Taiwan. Külön köszönet kinek? Sir Brad Braley, my wife, Christine. Feleségemnek, Christine Braley-nek. Az a feleségem támogatotta, és a legszebb családom barátainak Ohio-ból. Kevin V. Cindy, anya, apa, Richard, David, Steven. Miket beleérkálnak? További Aretion, azt nem tudom mi. Most nagyon nagy meglepetés, hogy mi következhet vajon? Ha vége a készítő listájának. Visszalök a főmenübe. Most egy kis móka, egy kis kacagás. Tintin! O que você fez com a minha artilharia? Huh? Wamani. Akichita Mehecha. Ahita Nato.